Már délelőttönként sorbanállás van az Aqua City pénztárainál. A családok a bébi és gyermek medencénél hűsölnek. Rigó faludi Virág két gyermekével érkezett az élményparkba. A kicsik miatt ők különösen odafigyelnek arra, hogy biztonságosan strandoljanak. Fontos a napvédelem, 50 faktorossal kenem a gyerekeket, az fontosnak tartom, meg hogy jó minőségű legyen a naptáj, sokat inni. Szerencsére ezzel sincs gond, meg hát azért figyelni, hogy ne délben legyenek kint a napon. Mert elég érzékeny a bőrük, úgyhogy erre azért figyelek nagyon. Juhász Krisztiánék kisbabájukkal játszanak a legkisebbek medencéjében. Ők is odafigyelnek arra, hogy a magas UV-sugárzás ne okozzon problémát gyermeküknek. Naptejjel védekezünk, vízbe vagyunk sokat, meg árnyékba vonulunk. Már hétvégén közel 1000 látogattak ki ebbe a létesítménybe. A következő napokban még több vendégre számítanak. Én nagyon bízom benne, hogy a mostani hét folyamán, illetve hétvégére főleg, ez meghaladja majd a 2000-es létszámot is. Én úgy gondolom, az időjárás adott ezt hozzá, mi felkészültünk. Amint látjátok, minden medencénk üzemel, illetve a csúszdák is üzemben vannak. Megerősített szolgálattal készülünk hétvégére mindenképpen, hétköznapokon egyelőre két pénztárral működünk, megyünk. Hétvégére viszont a terveim szerint az összes pénztárat meg fogjuk nyitni, mert meg kell majd nyitnunk, olyan sokan lesznek. Aki természetközeli élményre vágyik, azt a gébárti tóstrandon megújult infrastruktúrával várják. Emellett a városi strand kapui is nyitva állnak azok előtt, akik a munka után hűsölnének egyet a nagy melegben.